Kiállítás megnyitó kezdődik, és nem is akármilyen kiállítás, ugyanis Demszky Gábor volt főpolgármester fotókiállítása. Miért pont őre, az ő fotóira esett a választás ezen a napon? Gábor most nem azért van itt, mert hogy annak idején a rendszerváltás után milyen pozíciót töltött be, hanem volt az életének egy olyan időszaka, amikor nagyon komoly szociológiai tanulmányokat folytatott, és olyan fényképeket, olyan képeket készített a 70-es években a magyarországi cigányság életéről, amik egyfelől megdöbbentőek, másfelől pedig megrázóak abból a szempontból, hogy ha ma megnézzük ugyanezeket a területeket, hogy mennyiben változott az ott élőknek a sorsa, hát bizony jelentős minőségi javulást nem fogunk tudni elmondani, sőt sok helyen a nyomor még erősebb, még nagyobb. Legfeljebb ezek a földbe vájt kuckók tűnhettek el, de ettől még az életminősége egyáltalán nem változott. A másik része a dolognak nem az önkormányzat, bár lehetnénk önteltek és mondhatnánk azt, hogy a legjobb önkormányzati gyakorlatok közül Budaörs városa elnyerte egy díjat, de ezt Lakatos Gyuriék, a budaörsi tanoda érte el a tevékenységével, amiben persze mi együttműködünk, és nyilván, ha mi nem gondolnánk azt nagyon fontosnak, amit ők tesznek, akkor ez nem jöhetett volna létre, de a mi szándékunk az nagyon kevés ahhoz képest a munkához és ahhoz az elhivatottsághoz képest, amit a tanoda végez. Tényleg számomra lenyűgöző az ő tevékenységük, ami nem csak abban nyilvánul meg, hogy cigány gyerekeknek a felzárkóztatását végzik, hiszen ez természetes egy tanodánál, hanem itt nem csak cigány gyerekek, hanem cigány és nem cigány gyerekek együtt készülnek föl, tehetséggondozással foglalkoznak. Van egy nagyszerű zenekaruk, amit hamarosan majd itt meg fogunk tudni hallgatni, ahol azt látjuk, hogy a szőkelány meg a cigánylány együtt énekelve olyan minőségét adja mind a zenének, mind a tartalomnak, példamutató, mint ahogy az ő tevékenységük is, hiszen itt létrejönnek olyan barátságok, olyan kapcsolatok, amik áthidalhatják azokat az előítéleteket, amelyek, valljuk be, a magyar társadalomban azért nagyon nagy mértékben jelen vannak. Nem paradox egy kicsit polgármester úr számára, hogy az ország leggazdagabb, de legalábbis egyik leggazdagabb településén nemrégiben családbarát díjat kaptak, most említette, hogy a roma fiatalok felzárkóztatása, tehetséggondozása vagy integrálása ügyében szintén díjat kaptak. Ezeket szabolcsi és somogyi kis településeknek kéne kapniuk, akik a szegénység szélén állnak. Igen. De hát, ha mi mást nem tudunk tenni, a saját településünkön igyekszünk példát mutatni, és hát az állam feladata lenne az, hogy ezeket a nagyon-nagyon nehéz helyzetben lévő embereket ne manipulálják, és ne olyan módon próbálják kihasználni az ő nincstelenségüket, ha úgy tetszik a könyvet idézve, a sorstalanságukat, hanem segítsenek oktatással és olyan lehetőségek teremtésével, amivel egyébként a magyar társadalom évtizedek óta adós, és ez a több mint 4 évtized, ami az itt készült képek óta eltelt, ebben bőven benne vagyunk mi is, a rendszerváltás utáni közéletben szereplők. Tehát én azt gondolom, hogy az lenne a fontos, hogy azok a pénzek, amiket mondjuk elvannak a tehetősebb önkormányzatoktól, azokat tényleg arra használják föl. Vagy éppen amit cigány felzárkóztatási programokra adnak, azokat a pénzeket mondjuk ne úgy tüntessék el, ahogy azt lehetett látni, hogy itt milliárdok tűntek el, és a mai napig nincs válasz arra, hogy hova, de semmiképpen nem arra a célra, amit szolgált volna nevezetesen, hogy ezeknek a közösségeknek segítséget nyújtson, és alapvetően nyilván, hogy az oktatás területén, illetve hát az életminőség javítása területén, a környezet kialakítása területén lenne nagyon nagy felelőssége az államnak. Mi itt helyben, amit tudunk, azt megteszünk, sokkal könnyebb persze a mi helyzetünk, és nem csak azért, mert Lakatos Gyuriék fantasztikus munkát végeznek, azért itt Budaörsön könnyebb olyan lehetőséget teremteni, hiszen a környezet, illetve a gazdasági háttér megteremti azokat a feltételeket, ami, ha találkozik ilyen jószándékú és elkötelezett tevékenységet végzőkkel, akkor annak jó eredménye tud lenni. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A jelenlévők valószínűleg jó része tudja, hogy a mai nap az egy témához, vagy egy téma körül mozog. Az önkormányzat tavaly, pontosabban Budaörs városa, és legkevésbé az önkormányzat érdeme ez, díjat nyert a legjobb önkormányzati gyakorlatok pályázatán a budaörsi tanoda programmal. Hát ezt a díjat leginkább Lakatos Gyuriéknek és a budaörsi tanodának köszönheti a város azzal a tevékenységgel, azzal az elszánt és fantasztikus odaadó tevékenységgel, amit most már évtizedes múlttal végeznek
a városban, amiért én azt hiszem, hogy valamennyien csak hálásak lehetünk, mint ahogyan azokért a dalokért is, amikor én hallok, akkor én mindig libabőrös leszek, szóval egészen egyszerűen az amit ti sugároztok, az számomra egy olyan élményt jelent, és ugyanakkor egy olyan fontos tevékenységet, amit nem lehet eléggé kiemelni. És hát napközben ugye ezért volt egy konferenciaszerű, igazából műhely munkának nevezett információs nap, és ezért ehhez kapcsolódik ez a kiállítás is, amivel kapcsolatban annak idején Demszky Gábor, amikor megkeresett minket, hogy van egy ilyen anyaga, akkor rögtön arra gondoltuk, hogy ezt veletek, Lakatos Gyuriékkal közösen érdemes megvalósítani, hiszen annyira kapcsolódik a két téma egymáshoz. Amikor a 70-es években Demszky Gábor a falukutatásokba kezdett, elsősorban cigány telepeket látogatott. Nagy hatással volt rá ez a közeg, és bár tipikusan belvárosi értelmiségi fiatal volt, mégis első pillanattól képes volt kapcsolatot teremteni a szegénységben élőkkel. Ahogy itt elhangzott, valóban a Szetával, Soltot Iliájékkal együttműködve vett ebben a tevékenységben részt, és mestere Kemény István egy későbbi írásában így emlékezett erre az időszakra. A megismerés, majd a segítés vágya hajtotta Demszkyt és barátait, járták a cigánsorokat, a telepeket, és egyre jobban megszerették a cigányok társaságát. Demszky Gábor végig fotózta ezeket az utakat, itt szerencsére sok kép megmaradt azokból az időkből, a ma megnyíló kiállításon ezekből láthatnak válogatást. Én minden kiállítás előtt igyekszem megnézni, megismerkedni a kiállítás anyagával, és amikor ezeket a képeket néztem, akkor felvetődött bennem egy közel egy évvel ezelőtti kiállításnak a története, akkor a Volksbund, a német hadisír gondozók jó voltából volt itt a Budaörsi Városházán, ugyanitt az aulában egy kiállítás, aminek a témája a holokauszt, a kitelepítés és a korunk nagy problémája a menekült válság volt. És hát egyáltalán nem abban a hangnemben és abban a stílusban, ahogy ez a mai hivatalos kommunikációban szerepelt, kíméleten őszinteséggel beszéltek ezekről a problémákról, ezekről a kérdésekről, és mind arról, hogy ezt hogyan lehet emberségesen kezelni, illetve hogy lehet ezekről a kérdésekről ma nyíltan beszélni. Ott a múlt és a jelen találkozott, és én azt hiszem, hogy egy kicsit az a igazán megdöbbentő ezekben a képekben, hogy itt is találkozik a múlt és a jelen. Mert hogyha arra gondolunk, hogy közel 40 év telt el, azaz 4 évtized telt el azóta, hogy ezek a képek elkészültek, és ha ma elmegyünk azokra a helyekre, ahol Gábor annak idején ezeket a képeket készítette, nem fogunk jelentős változást tapasztalni. Az, ami a kiállítás címe, hogy itthon a világ végén, hát ezt ma is elmondhatjuk, és azt hiszem, hogy igazán nagy felelőssége van a társadalomnak abban, hogy a helyzet nem változott jelentősen, és hát ebben az utóbbi 2,5-3 évtizedben a mi felelősségünk is benne van, talán egy kis figyelemfelhívás is lehet ez a kiállítás arra, hogy nagyon sok a teendő ezen a téren. Az öröm és a bánat képeit láthatják itt, ha megjelentek. Vajon a globalizált világban helytálló-e még Tamási Áron Áber regény trilógiájának tanulsága, mely szerint azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges. A tarka és zegzugos világot, a megbocsátható embereket és az egymásra morgó népeket. Mintha kezdetektől az erdélyi író óhaja szerint alakult volna a szociofozó hazai története. A megismerés vágya és a tapasztaltak rögzítése egyszerre hajtották azokat a művészekké váló, kezdetben sajtó és riportfotósokat, akik a 20. század elejétől kortörténeti értékű, szociálisan érzékeny felvételeiket hagyták ránk. Abonyi vándorhegedűsét 1921-ben és a csókolózó cigánygyerekek idilliét 1917-ben rögzítő Kertész Andort, a világhírbe távozó André Kertészt, valamint az itthon maradó Eser Károly 1934-ben megörökített, felejthetetlen vak muzsikusát említem meg. Magyarországon az 1930-as években a társadalom szélesebb rétegeihez csupán a paraszti élet idillikus ábrázolása jutott el, a magyaros stílust képviselő amatőr művészfotográfusok képei kaptak széleskörű nyilvánosságot és kulturpolitikai támogatást.
A szociofotósok képein a kutatók gyarapodó tényfeltárásaival egyezően vádiratként a másik Magyarország jelent meg. Szociofotós önmagáról így adott jellemzést Langer Klára. Abban az időben nekem soha nem volt megbízom. Gyalog jártam az országot, vállamon kis motyóm, hátizsákban a munkához szükséges anyag. Kevés pénzem volt, de ez nem fájt. Sokkal keservesebb volt, hogy képeim nem juthattak el a közönséghez. Csak szűk szakmai körben ismerték. Az egyik képes lap jóindulatú szerkesztője meg is mondta egyszer, ezeket a fotókat nem lehet közölni. Olyan mindegyik, mint egy lázító vezércikk. Demszky fotói a hiányt is mutatják, és az emberi kapcsolatok bensőséges világát is. Képalkotónk felvételeit nem műalkotásoknak szánta, hanem a Népművelési Intézet egykori munkatársaival, Hankis Elemérrel értékvizsgálatában, Somogyszillen 1978-ban, és Havas Gáborral cigánykutatásában, Uszkán 1980-ban együttműködve, érzékeny kamerával és elemző kéziratokkal nyújtott segítséget az egyes somogyi és szatmári falvak leírásához. A képek néhány év múlva vizuális érvekként szolgáltak a Kemény István vezette 1971-es országos cigánykutatás szociológiai eredményeinek alátámasztására, állításainak bizonyítására is. Demszky célja az volt, hogy a számsorok, százalékos arányok és táblázatok mellett valamiféle bárki által felfogható tudjon rögzíteni és megmutatni. A képek többsége mégis túlnő a puszta dokumentáción. A kifejezés meggyőző, gyakran megrendítő ereje. Az örömben és bánatban egyként osztozó részvét. A gondok terhének és a felkavaró érzelmek valóságának bemutatásával a dokumentáción túli művész értéket hozott létre. Romantika nélküli, hiteles képet nyújtva a 70-es évekbeli magyar falu végén túli világról. Sokak síralmas helyzetéről val, annak az asszonynak a markáns arckifejezése, akinek rögzített képe kiemelkedik nyomorúságos környezetéből. Még kifejezőbb, a telepi környezet ábrázolásánál jóval tömörebb és nagyvonalúbb feketekendős asszonyt mezítelen gyermekével ábrázoló fénykép. A környezetből alig látszik valami, szinte csak a gyerekarcok rajzolódnak ki. Demszky fotóival a korszak ideológiáját cáfolta meg, amely szerint ugye akkoriban, és hát sajnos nem csak akkoriban, közkeletű tévhitek szerint Magyarországon nincs szegénység, aki dolgozik, az boldogul, a cigány pedig nem egy nép, hanem egy életforma. Általános emberi és konkrét társadalmi megnyilvánulásokat tárt fel úgy, hogy egy tagadott világ létező jelenségeivel együtt kívülállóként is rögzítette a maga emberi állásfoglalását. Képeit kritikus beállítottság, szenvedélyes állásfoglalás jellemzi. Gazdag érzelmi világa hevítette és formálta alkotói stílusát. Hivatásos fotográfus elődeihez híven, Demszky sem naturalisztikus eszközökkel mutatja be a nyomort. Ezért érezhetjük fokozottan, hogy nem egyedi jelenségről, hanem tömegeket érintő társadalmi feladatról van szó. Tekintetét és fényképezőgépét a falvak határán kívül rekesztettekre irányította. Ezeket a 4 évtizeddel ezelőtti képeket tekinthetjük itt meg sorozatba rendezve. Demszky a falukutatók utódjaként Máriapócsról, Nyírlugosról, Somogyszilről és Uszkáról rögzített valóságismerettel elkötelezetten érkezett meg a 70-es évek végére a szegényeket támogató alap rendszerkritikus aktivistáihoz, és velük együtt haladva a demokratikus ellenzékhez. Majd a fővárosi főpolgármesterként 20 éven át képviselte az őt megválasztó budapestieket. Magyarország a keleti tömb nyugati szegletéből a 21. századra egy nyugati tömb keleti végvidékére érkezett. Demszky üzenetei ebben a helybenjárást idéző megérkezésben nagyon is jelen idejűek. Szabó Zoltán idézett következtetését folytatva,
A társadalomkutatásnak, mint magatartásnak a megszületésében az ok nem valami hősies szociális hevület, hanem a társadalmi kényszerűség, figyelmeztetés, utolsó figyelmeztetés a valóságról tudni nem akaró rétegeknek, azoknak a rétegeknek, melyek, ha nem figyelnek fel, és nem akarnak a tények szerint cselekedni, maguk mondják ki magukra az ítéletet. Hányadik kiállítás ez? Volt egy Amerikában, Gyöngyösön, azt lett mondani a harmadik. De nem mindig ugyanazok a képek vannak, nagyon-nagyon sokat fotóztam szociológusként, és a sok száz fotóból most Szilágyi Sándor fotoművészeti író válogatta ki azokat, amiket itt a Budaörsi Városházán módunk van kiállítani. Ezek legalább 4 évtizede készült képek cigány emberekről, elzárt roma településekről vagy falvakról. Ha most kimenne valaki, mennyiben lenne más az a táj, ahol ön azelőtt járt? Nagyon sokat változott, de természetesen ma is lehetne telepeket, erdei telepeket találni, ha ilyeneket keresnénk. A nagyobb baj azonban az, hogy ezekre a képekre leginkább azok a képek hajaznak, azok hasonlítanak, amelyeket a közelmúltban láthattunk azokról az erdélyi telepekről, ahol a hajléktalanok élnek. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a fajta szociófotó ma is elkészíthető itt akár Budapesten vagy Budapest környékén egy kriminalizált társadalmi csoportról, amelynek a büntetése az én számomra elfogadhatatlan, mint ahogy annak idején a romák kriminalizálása is elfogadhatatlan volt. Tehát nagyon sok az áthallás, az átfedés. Lehet ilyen fotókat készíteni ma is. Nem bánta meg, hogy nem maradt szociológus, illetve nem lett önből akár a szociológián keresztül szociófotós vagy fotoművész? Nem, én azt gondolom, hogy ez a pályámnak egy meghatározott szakasza, amikor a legtöbbet tanultam a társadalomról, és amely tudást később, szociológusi tudást később az önkormányzati munkában polgármesterként tudtam használni. Tehát enélkül ezek nélkül az ismeretek nélkül, amelyeket persze nem csak Kelet-Magyarországon, nem csak cigánytelepeken, hanem Budapesten is szereztem, nem tudtam volna a városban véleményem szerint nagyobb részt helyes döntéseket hozni, bár nyilvánvalóan sok hibát is elkövettünk.